Október 13-án nem csupán a polgármesterekről és képviselőkről döntött Magyarország, hanem a megyei közgyűlés összetételéről is. Bács-Kiskun megyében 335.417 fő volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma, melyből 149.401 ember, vagyis 44,54% döntött úgy, hogy leadja voksát. Megyénkben 23 mandátum volt megszerezhető. A szavazatok jelentős többségét, 60,42%-ot a Fidesz-KDNP szerzett meg. Őket 10,39%-kal a Momentum követ, akik után kicsivel lemaradva 9,61%-kal a DK és 9,59%-kal a Jobbik található. A Mi Hazánk 5,48%-ot, még az MSZP 4,51%-ot ért el a választáson. Így a Fidesz 16 képviselője dolgozhat a megyei közgyűlésben, a Jobbiknak, a Momentumnak és a DK-nak 2, a Mi Hazánk Mozgalomnak pedig 1. Két kalocsai személy is bekerült a megyei közgyűlés tagjai közé, dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária a DK színeiben, még Varga Nelli a Fidesz színeiben képviselheti megyénket és városunkat is. A megyei közgyűlés tagja lett Cseh Ilona, dr. Demeter András, Dongó József, Fercsák Róbert, Gáspár Ferenc, Hornyák Józsefné, Horváth Roland Károly, Jankovszki Zoltán, Kecskés Mihály Gábor, Lenkei Róbert, dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, dr. Mák Kornél, Nyirati Klára, Pap Ágnes, Raus Sándor, Rideg László, dr. Skribanek Zoltán, Szabadi István, Szántó István, Szűcs Imre, Temerini Ferenc, Varga Nelli és Vedelek Norbert.